Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2021. május 17-én hétfőn. A pontos idő 19 óra. Kérem tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Újraindulnak a klub foglalkozások. Megnyitottak a Mezőtúri Közművelődési és Sportközhaszon Nonprofit Kft. Egységei. A korlátozások enyhítéseinek köszönhetően ismét találkozhatnak a Városi Civil Klubok tagjai. Arról, hogy hogyan indulhat újra a klubélet, Herceg Antal, a Mezőtúri Szépkorúak Hagyományőrző Klubjának az elnöke nyilatkozott. Ettől a héttől városunkban is elindulhat a klubélet. A Mezőtúri Szépkorúak Hagyományőrző Klubja hogyan készül erre az időszakra? Hát össze fogjuk hívni a klubtagokat, de nem először, nem a szabadidő központban, egy szabad téren. Rendelkezésünkre áll a főiskola előtti kihelyezett lócákpadok. Itt fogjuk tudatni azt, hogy aki még nem ismeri a feltételeket, hogy milyen formában jöhetünk mink ide-be. Ami biztos. Mindenféleképp kell a kis kártya vagy oltási igazolvány. Na most nem tudjuk, hogy a klubtagok a elmúlt másfél év alatt kiesett bele ebbe a úgymond betegségbe, és nem tudjuk azt, hogy van-e igazolványa, vagy nincs igazolványa. Mivel feltétel a szabadidőközpont látogatottsága, mindenkinek rendelkezni kell kis kártyával, amivel tudja igazolni, hogy ő túlesett a betegségen, vagy az oltáson. Na, azt hiszem, eddig ez nem is nagy probléma. A gond ott kezdődik, ha valakinek nincsen, vagy nem is akarja. Ez sajnos jelen pillanatban, hiába megyünk a polgármester úrhoz, nem fogja tudni megoldani ezt a problémát, hogy jöhessen velünk. Itt vannak előttünk ugye a társkluboknak a támogatása, aki kirándulni szeretne menni, vagy valami olyan múzeum látogatásra, ami nem tudja tartani a 2 métert, sajnos ott se nem vehet részt. És én javaslom a többi kluboknak is, hogy egy felmérést csináljon a klubtagok között, hogy ne utólag legyen az, hogy őt kizárták, vagy kirekesztették, vagy sérelem érje, inkább így mondom, sérelem érje, hanem ott szabad téren ezt meg tudják szépen beszélgetni, ehhez nem kell engedély, és utána, amikor megvannak azok a feltételek, hogy egy klubgyűlést össze tudunk hinni, utána jöjjünk a szabadidőközpontba. Melyik az a program, amire most készülnek? Hát nagyon sok programunk elmaradt. Következő programunk az Kárpát-medencei aratóverseny. Ez, hál' Istennek, városunkban már olyan hagyomány, hogy mi ezt nem is akarjuk, még nem is tudjuk kihagyni, hisz a klubunkat más klub támogassa, részt vetnek ezen a programon, sőt hozzák a programokat. El lesz a legislegelső felkészülés, amelyik ugyanúgy hagyományosan meg fog történni, mint korábban, sőt kicsit bővítsük a mi műsorunkat is, mert tavaly ültettünk egy fájdalomfát, a trianoni béke alkalom, 100. évfordulójának alkalmával, azt most meg fogjuk koszorúzni. Utána jön augusztus 20-a. Utána jönnek az őszi programok. Hát majd meglássuk, hogy ősszel meddig jutunk el, hogy tudunk becsatlakozni, és amit ki nem hagyhatunk, ez a kubikus szobor ünnepsége. Erre már is készülni kell, hisz elég sok teendő van. Ez egy olyan ünnepség, amit már városunkban pirosbetűs ünnep, és sokan látogassák. Én bízok benne, hogy támogatást megkapjuk, és abban is bízok, hogy klubtagjaink nem fognak elesni ezektől a
rendezvényektől. A Mezőtúri Intézmény Ellátó Kft. Megkérdette a Fogadjon Örökbe egy Parkot kezdeményezését, amire, hogyha jól tudom, a Mezőtúri Szépkorúak Hagyományőrző Klubja is jelentkezett. Hát mondhatnám ezt szorosabban, nem jelentkeztünk, hanem 2004-ben, mikor az első kubikus szobor ünnepsége megtörtént, akkor még minden évben, amikor ez az ünnepség következett, rendbe tettünk. Ezt folytattuk a mai napunkig. Most is meg fog történni. Kötünk egy együttműködési szerződést a városi gondnoksággal, és nem csak a szeptember második szombatjára fogjuk felkészíteni a parkokat, meg díszíteni, hanem most egész évben. Milyen elképzeléseik vannak? Hát az elképzeléseink az, hogy azokat a virágokat, amik ki lesznek ültetve, azokat meglocsoljuk, megkapáljuk. Ha valami prezor éri, kiszárad, vagy ne talán valami külső behatással megroncsolják, azt pótolni fogjuk. Van három ilyen ágyacskánk, ilyen virág ágyacskánk, mink azt meg tudjuk csinálni. A jelenleg érvényben lévő jogszabályoknak köszönhetően elindult a nyitás, így a Mezőtúri Közművelődési és Sportközhasz Non-Profit Kft. Egysége is kinyithattak. Az erre vonatkozó szabályokról Bardecs László ügyvezető adott tájékoztatást. A jelenleg is érvényben lévő jogszabályi háttér lehetővé tette, hogy a közösségi ház megnyissa kapuit. Mivel készülnek a látogatóknak, hogyan készülnek a látogatók fogadására? Legelőször is azt szeretném elmondani, hogy nagyon vártuk már ezt a pillanatot, hogy újra kinyithassunk, nem csak azért, mert a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi, hiszen arról volt szó, hogyha a 4,5 milliós számot eléri a beoltottak száma országos viszonylatban, akkor ott újabb enyhítő intézkedések fognak következni, amely során került megállapításra az is, hogy a közösségi szinterek is kinyithatnak. Hát itt most nem akarnék mindent felsorolni, amelyeket a televízióba, illetve a rádióba hallgathattak, hanem itt inkább azt tartom fontosnak, hogy mi, a mi egységeink, a Közművelődési és Sport Kft. Egységei újra kinyithattak. És ahogy mondtam is, tehát egyrészt a járványügyi helyzet miatt is, hiszen ezt lehetővé tette a helyzet, másrészt meg, hát itt azért azt tudni kell, hogy azok, akik ide bejárnak a közösségi házba, tehát itt most azokról a csoportokról, klubokról beszélek, vagy akár a sportcentrumban mindazok, akik sportolni vágynak, akár versenyszerűen, akár pedig szabadidő sport formájában. Itt már mindenki várta azt, hogy újra lehessen nyitni. Nem csak mint egyszerű felhasználóként, látogatóként érnek be hozzánk az emberek, hanem mondhatom azt is, hogy olyanok vagyunk tulajdonképpen mind a közművelődési résznél, mind a sport résznél is, és a kultúra másik szegmensénél is, a múzeumnál is tulajdonképpen mint egy nagy család. Hát itt a kollégáim itt abból álltak ki a elmúlt héten is, meg már az azt megelőző héten is, tehát onnastól kezdve, hogy ezek a intézkedések, illetve ezek bejelentésre kerültek, hogy itt tulajdonképpen itt égtek a vonalak. Hát itt folyamatosan telefonáltak a klubvezetők, jöhetnek-e már, milyen feltételek mellett lehet jönni, és amikor egyeztettünk a tulajdonos Mezőtúrváros önkormányzatával, azt követően pedig az én kollégáim kezdték el hívni a klubvezetőket, és itt jön most ugye a kérdésre tulajdonképpen a válasz, hogy újra jöhetnek, látogathatják a közösségek az egységeinket. Itt most külön választanám azért azt, hogy a sportcentrum tekintetében ott a sportági igazolással rendelkezők jöhetnek, velük szintén bemehetnek olyan sportszakemberek, akár edző, vagy gyúró, vagy az, aki egyáltalán azért a sportközösségért felelős,
akinek nincsen védettségi igazolványa, de viszont rendelkezik a sportági igazolással. És hát ott még a szabadidős sportolók tekintetében, hát ők még mindig nem látogathatják a létesítményt, viszont a meccsek, mérkőzések azok most már látogatók előtt megtarthatóak, szintén úgy, hogy a felnőtt személynek kell, hogy legyen védettségi igazolványa, illetve a vele érkező, vagy az ő a felnőtt felügyelete alatt lévő 18 év alatti felnőtt felügyelettel, ahogy mondtam is, ők viszont bemehetnek az egységekbe. A múzeumi feladatellátásunk tekintetében szintén újra nyit a Draskovics kerámia gyűjtemény, a Badár Emlékház, a Városi Galériába, ott most jelenleg még a korábban évelején elkezdett felújításoknak az utolsó fázisába vagyunk. Itt tulajdonképpen nem csak a belső épületnek a fal részei kerültek kifestésre, hanem a kiállítási segédeszközök is, posztamensek, paravánok, vitrinek, tehát ezeknek már most az utolsó, mondhatom úgy is, hogy befejező fázisába léptünk, tehát itt napokon belül elpakolásra kerülnek ezek a eszközök. Ott pedig majd a kiállítás az majd a fazekas triennálé fog majd lenni, ami majd június végén fog nyitni. És a közösségi házra vonatkozóan kulturális események, a magyar közlöny az így fogalmaz, hogy a kulturális esemény megtartható. Itt a kulturális esemény alatt konkrétan érthetjük azt, hogy amikor ide bejönnek hozzánk a házban működő csoportok, klubok, és ott ők a klub tematikájának, éves programtervének megfelelő éppen adott programpontot tárgyalják meg. De szintén a klub tagjai is, és mindenki olyan, aki betér a házba, látogatóként úgy jöhetnek be, hogy szükséges számukra szintén a védettségi igazolvány, valamint hogyha 18 év alatti jön be, akkor pedig olyan felnőttel jöhet, akinek van védettségi igazolványa. Na most azért van az, hogy aki jár erre a közösségi ház felé, akkor az láthatja, hogy a könyvtárosok is ki vannak pakolva, ugye a könyvtár és a KFT, az két külön szervezetként működik, de viszont ugye aki bejön a gyerekkönyvtárba vagy felnőtt könyvtárba, az már bejön eleve az intézménybe is. Na most ebből az következik, hogyha bejön az illető az intézménybe, akkor kérjük a védettségi igazolványt. Ezért van az, hogy a könyvtár is pakolt ki, kollégák oda kimentek, és akkor ott fogadják a könyvtár látogatókat. Tehát ugye ott meg nyilván nem szeretnék elveszíteni azokat, akiknek nincsen védettségi igazolványuk. Azért van tulajdonképpen ez a teraszon történő könyv átadás átvétel. Úgyhogy mondhatom azt is, hogy hát ő most csúnyán fogalmazva két szűrőn is átmegy tulajdonképpen az, aki a házba bejön, egyrészt a könyvtárosok részéről, másrésztről pedig a mi kollégáink is ellenőrzik azt, hogy ő lép be. Tehát itt még most szeretném ezt hangsúlyozni, hogy ez még most így ilyen formában működik. Hát bízunk abba, hogy ha majd nő a beoltottak száma, és jönnek a további enyhítő intézkedések, akkor majd a kulturális események köre is fog majd bővülni, hiszen azt még most tudjuk, hogy a jelen szabályozás szerint a zenés-táncos rendezvények, azok még most jelen pillanatban nem rendezhetőek meg. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túli Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel majd holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!